Eusebius halkan a szobába lépett. Te aztán ismered a sápatag arcán megjelenő ironikus mosolyt, amellyel mindig fel akarja hívni magára a figyelmet. Magam Florestánnal a zongoránál ültem. Florestán, mint tudod, egyike azon muzsikusoknak, akik minden eljövendőt, újat, különlegeset, mint egy előre megsejtenek. De ma még őt is meglepetés várta. Az asztalra tett egy zeneművet, és így szólt. Le a kalappal, uraim, íme egy géniusz. Nem engedte, hogy elolvassuk a címét. Szórakozottan átlapoztam a füzetet, a zenéneke titokzatos, hang nélküli élvezetében van valami varázslatos. Ekkor a olvasásakor azonban úgy éreztem, csupa idegen szem figyel, virágszemek, baziliszkusz szemek, páva szemek, leány szemek. Helyenként a zene fényesebbé vált. Nos, játszd el, mondta Florestán Eusebiusnak. Eusebius szót fogadott. Egy ablakmélyedésbe szorulva hallgattuk játékát. Eusebius elragadtatottan játszott. Az eleven élet számtalan alakját vonultatva fel. Sokat mesélnek a zenéről, és arról, hogyan szárnyalja túl a zene a költészet lelkesültségét. Elmondják, hogy az ember bánatában is lehet boldog, és boldogságában is lehet bánatos. Azoknak szól ez, akiknek szívét majd szétveti a bennük zengő ének. Azoknak, akik már beavatást nyertek a ritka művészi forma titokzatos rendjének nyelvébe. Színes szirmaikat teljes pompájukban kibontani készülő bimbók. Thank you.
Gondolataitokon nincs igazán fogás. Florestan, mintha mindent szétzúznál, Eusebius, te pedig, mintha földre ejtenéd őket. Nagy és szeretett halottaink iránti tiszteletünk legmélyebb kifejezése, ha az ő szellemükben dolgozunk. Florestan, lásd be ugyanakkor, hogy tiszteletünket kifelé is meg kell mutatnunk, és ha ehhez hozzá sem fogunk, egy egész generáció hivatkozik majd a régiek lustaságára. A mögött, a pimasz kabát mögött, meg amellyel megpróbálod elfedni a kérdést. Bizony valamicske aljasság és féltékenység is megbújik, no meg az attól való félelem, hogy szabadon fognak, ha netán túlságosan elővigyázatlanul dicsérsz meg emlékműveket. Ha az ég élénk fantáziával ajándékozott meg, magános óráidban bizonyára gyakran ülsz majd a zongora mellett, mint egy lebűvölten, még bensőt harmóniáit kimondani akarod. És minél homályosabb előtted az összhangok világa, annál mélyebben érzed talán magad bevonva annak mágikus köreibe. Az ifjúság legboldogabb órái ezek. Ám óvakodj magadat túlságosan gyakran átadni egy olyan képességednek, amely arra vezet, hogy erődet és idődet egyaránt ányképekre pazarold. A forma feletti uralmat, a tiszta alkotás erejét csak az írás határozott jelein keresztül nyerheted el. Tehát többet írni, mint fantáziálni. Thank you.
Művészetünk előrehaladása csak úgy képzelhető el, ha a művészeink is egyre inkább előrehaladnak egy szellemi arisztokrácia felé, amelynek statútumai szerint a mesterségbeli rész ismerete nem csak megkövetelhető, hanem egyenesen előfeltétel, amelyek szerint továbbá senkit be nem lehet bocsátani közénk, akinek nincs annyi tehetsége, hogy maga is azt adja, amit másoktól joggal megkövetel. Fantáziát, kedélyt, szellemet. Az erkölcsi törvények a művészetre is érvényesek. Eusebius. Ismered Florestánt, ahogy a zongoránál ül, és miközben fantáziál, mint egy álomban beszél, nevet, sír, felugrál, előről kezdi a darabot, és így tovább. Célia az erkélyen állt, a többi tagjai a szövetségnek festői csoportokban szétszórva. Sok mindenről esett szó, nevet nem kellett. Így kezdte Florestán, és egyszer s mind belefogott a zenébe. Entuziazmus nélkül nincsen nagyság a művészetben. Thank you.
az általános zenei műveltségnek egy magasabb korszakát hozzuk a világra, ahol az igazi értékre vonatkozólag épp oly kevéssé merülhet fel kételj, mint annak számos változatára és formájára vonatkozólag, amelyet magára ölthet. Lábujjhegyen lépek be. Az az érzésem, hogy itt is, ott is arcok bukkannak fel. Azoknak az egyedülállóknak arcai, akiknek megadatott a szépséges művészet. Hogy százakat ugyanazon pillanatban felemelni és lelkesíteni tudjanak. Ott látom Mozartot. Lábával topog a szimfónia alatt, hogy a cipője csatja lepattan. Ott az öreg mester Hummel, az ongorám fantáziál. Ott Katalini asszony éppen sáját tépi le magáról, mivel elfelejtettek egy szőnyeget a lába alá tenni. Ott Weber, ott meg Spór és még sokan mások. És akkor rád gondoltam, Kiara. Tiszta, édes, ahogy máskor a páholyból körül szoktál tekinteni. Lornionoddal. A zenei fantázia mellett öntudatlanul is gyakran hat egy gondolat, a fül mellett a szem. És ez a mindig tevékeny érzékszerv, a hangok és csengések közepette gyakran bizonyos körvonalakat ragad meg, amelyek a zene előretörésével világosan látható alakokká sűrűsödhetnek, és alakulhatnak. Már most minél több a zenével rokon elemet hordoznak magukban a hangok által keletkezett gondolatok és képszerűségek, minél nagyobb a kompozíció, költői vagy plasztikai kifejező ereje egyáltalán, minél fantasztikusabban vagy élesebben képes a zenész megfogni a dolgot, annál felemelőbb és megragadóbb lesz művének hatása.
Célia négy halk holdvilágakkordot zengetett meg. Mindenki felfigyelt. Ám az ongorán egy rózsaág feküdt, Florestán a lámpa helyén rendesen virágos vázákat tartott. S ez a rázkódástól lassan a billentyűkre csúszott, s hogy pedig Célia egy basszus hang felé kapott, túlságosan hevesen ért hozzá és megállt, mert újabb érezni kezdett. Mi történt? Kérdezte Florestán. Ó, semmi, felelte Célia. Mint ahogy ezek a keringők sem a nagy fájdalom még, csak rózsáktól előcsalt a vércsöppek. S aki ezt mondta, vaj, ha sohasem ismerne meg egyéb fájdalmakat. Mikor ugyanis szép napok után az esti napfény a hegyek csúcsán magasabbra és magasabbra kapaszkodik, s végül az utolsó sugár is eltűnik, akkor egy pillanat áll be, és az ember, mintha a fehér alpesi óriásokat látná, mint hunyorgatnak. Csak azt érezzük, hogy mennyei látomás részesei voltunk. Most azonban ébredj új álmokra, te is, ó Július, és aludj! Szívem, Florestán, válaszoltam. Ezek a privát érzelmek talán dicsérnivalók, ám bátor egy kevéssé alanyi jellegűek. De bármi kevéssé szükséges, hogy Chopin különböző szándékokat lessen ki a géniuszától, mégis meghajtom fejemet, ilyen géniusz, ilyen törekvés, ilyen mesteri tudás előtt. Muzikalitáson azt a bensőleg élő együtténeklést, azt az együttevékenykedő szenvedélyt, a gyors befogadásnak és a visszaadásnak azt a képességét fogjuk érteni, amely által az alkotó munka és a reprodukció forró ölelkezésében a művészet lényegéhez és céljaihoz egyre közelebb fogunk jutni. Thank you.
A hegyeken túl is laknak emberek. Légy szerény. Még semmit sem fedeztél fel, vagy gondoltál el, amit előtted már fel nem fedeztek, el nem gondoltak volna. És ha mégis van valamid, tekintsd azt az ég olyan adományának, amit köteles vagy megosztani másokkal. Emlékszel-e, amikor egy este Páduából elindulva a Brentán lefelé hajóztunk? Az izzó olasz éjszaka egyikünknek másikunk után nyomta le a szemét, és akkor reggel hirtelenül felharsant egy hang. Ecco, ecco, signori, Venezia! És a tenger előttünk terült el csendesen, és óriásként, de a látóhatár szélén finom halk csengés lebegett fel és alá, mintha a kis hullámok álmukban beszélgetnének. Látod? Így lebeg és cseveg a szellő. Az ember gyönyörűségesen elálmosodik tőle, és inkább gondolat már, mint gondolkodó. Thank you.
Bátran eszünkbe juthat Paganini. Amikor először hallottam, azt gondoltam, eddig sohasem hallott hangon fog indítani. Aztán mégis olyan félszeg, vékony hangon kezdett. Később azonban egy könnyelmű, alig látható mozdulattal a közönség közé vetette mágneses láncait, amelyek egy ideig csak ide-oda lengtek. De akkor szorosabbra húzta a láncszemeket, és az emberek egyre közelebb kerültek egymáshoz, és lassanként egyetlen egészé olvadtak össze. Úgy követték a mestert. Minden zenevarázslónak megvannak az egyéni módszerei. Gondoljuk meg, hányféle körülménynek kell egybeesnie ahhoz, hogy a szépség teljes méltóságában és gyönyörűségében megjelenhessék. Elsősorban nagy és mély szándék szükségeltetik, és az, hogy a mű tökéletes legyen. Másodszorban az előadás lelkesültsége. Harmadikként virtuózitás, valamint a teljes lélekből fakadó azonosulás a művel. Negyedikként az előadói és a befogadói vágyak és igények egybeesése. Illetve a művész és közönség kedvező hangulata. Ötödikként az idő és térbeli viszonyok. Illetve egyéb körülmények legszerencsésebb konstellációja. Hatodikként az érzelmek, benyomások és képek megfelelő irányítása és közvetítése, valamint a művészet okozta öröm visszatükröződése a befogadó szemében. De mikor valósul meg mindez együttesen? Nem olyan ez, mint amikor a kockával egymás után 6-szor dobunk 6-ost. Thank you.
Belátja valaha a tömeg, hogy a művészetnek nem a régi iránt rajongók szeszélye szab irányt, azoké tehát, akik olyan korszakokért lelkesednek, amelyeken már tova siettek a kor kerekei. Nem tudom. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy a szellem az, amely irányít, és amelyet még valamennyire tisztelet övez. Röviden, a szellemről mindig sokat beszélnek, anélkül, hogy uralni akarnák. És valóban, nincs is uralmuk felette. A szabálylánc szemei közé bújtatva mindig legyen jelen a fantázia ezüst fonala. A zene a festőművészettől eltérőleg az a művészet, amelyet együtt tömegben élvezünk leginkább. Ezrivel egyszerre s ugyanazon pillanatban ragad meg és emel fel bennünket, az élet fölé, akár egy tenger fölé, amely süllyedéskor nem fog körül és nem folyt meg bennünket, hanem az embert repülő géniuszként tükrözi vissza, amíg csak meg nem telepszik görög istenek berkeiben. Thank you.
minden időkben él és működik a rokon szellemek titkos köteléke. Ti, akik együvé tartoztok, zárjátok szorosabbra a kört, hogy a művészet igazsága mindig tisztább fényben ragyogjon, örömet és áldást terjesztve mindenfelé.